Személyesen vitték el adományaikat a Tolna megyei roma nemzetiségi önkormányzat tagjai Száhonyba. A testület által megszavazott 200 ezer forintos ráfordításból tartós élelmiszert, tisztálkodási szereket vásároltak a menekülő kárpátaljai romáknak, valamint egy kis meglepetést is vittek a gyerekeknek. Rengeteg roma jött át, és ugye mi, mint a roma kisebbség Önkormányzata, a romákat szerettük volna elsősorban támogatni, és hát azokat is támogattuk. Balog László azt mondja, azt azt látta a magyar ukrán határa érve, hogy elég nagy a gond. Azonban a záhonyi vasútállomásnál nagyon felkészültek, és szeretettel fogadják a hazájukat, éppen elhagyni kényszerülő menekülteket. Melegétellel várják őket, szendvicsel, üdítővel, kávéval. Tehát akinek minden szüksége van, és akkor a záhonyból mennek tovább ezek az emberek. Hamarosan azonban nem az adományt kell gyűjteni ezeknek a rászorulóknak, hanem segíteni kell őket abban, hogyha ideiglenesen is szálláshelyet biztosítsunk nekik. Tolna megyében már közel 200 háborús menekültet szállásoltak el.